Üdv szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban elárulom neked, mi az az egyetlen dolog, amit meg kell tenned, ha jól akarsz beszélni angol nyelven. Nos, ha érdekel téged az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant és letenni a középfokú angol nyelvvizsgát, akkor lent a videó leírásában nézd rá a tréningjeimre. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, tehát mi az az egyetlen dolog, amit meg kell tenned, ha jól akarsz beszélni angol nyelven. Nos, minden tanuló álma, hogy magabiztosan és bátran beszéljen angolul, ehhez pedig csupán egyetlen dolgot kell tenned, nem csigázlak tovább, ez az egyetlen dolog a gyakorlás. Tehát a rendszeres gyakorlás, vagyis a rendszeres angol beszéd elengedhetetlen ahhoz, ha valaki bármilyen szituációban meg tudjon szólalni angol nyelven. És ez a kijelentés egyáltalán nem csak a kezdő nyelvtanulókra igaz, ugyanúgy igaz a haladókra is. Én számtalanszor láttam már a munkám során, hogy akár egy középfokú nyelvvizsgával rendelkező tanuló, aki hetek vagy hónapok óta nem használta az angolt, nem beszélt angol nyelven, mennyire szenved, mennyire keresi a szavakat és a nyelvtani szerkezeteket, amikor egyszer csak hirtelen azonnal meg kell szólalnia angol nyelven, amikor jön egy telefon, vagy jön egy Skype meeting, és azonnal kell az angol, és látom azt rajtuk, hogy nem jönnek zsigerből a dolgok. Úgyhogy lássuk, hogy te hogyan tudod gyakorolni az angol nyelvet ingyen. Első. Nézzük azt meg, hogy hogyan tudsz gyakorolni otthon. Nos, jelöljetek ki egy vagy több időpontot a héten a családdal, lehetőleg akkor, amikor nem vagytok hullafáradtak, tehát például mondjuk szombat reggel vagy szombat délelőtt 8 és 10 óra között, amikor minden egyes családtag csak angolul szólalhat meg. Természetesen bármiről beszélhettek, mi történt a héten, hova mentek este, ki jön vasárnap vendégségbe, stb. Stb. Tehát mind a normális szombat délelőtt, csak éppen ez a beszélgetés folyjon angol nyelven. Igen, először furcsa lesz ez az egész dolog a családtagoknak, de ne aggódj, idővel hozzászoktok majd, és a heti rendszeretek részévé válik. 2. Hogyan gyakorolj a munkahelyeden? Nos, a módszer lényegében ugyanaz, alakíts ki egy kis tanulócsoportot a munkahelyeden a kollégákkal, tehát kell ehhez még rajtad kívül egy vagy két vagy maximum három ember, és beszéld meg a kollégákkal, hogy egy héten egyszer vagy kétszer az ebédnél csak angolul beszélhettek. Tehát az alatt a fél óra alatt, amikor egymás mellett ültök az asztalnál, mindenki csak angol nyelven szólalhat meg. Itt már előkerülhetnek munkahelyi témák is, azért, hogy egy kicsit a szaknyelvet is tudjátok gyakorolni. 3. tanács. Hogyan gyakorolj egyedül? Igen, jól hallottad, egyedül. Angolul beszélni akkor is tudsz, amikor egyedül vagy. Már is mondom, hogy mire gondolok. A nap végén, amikor hazaérsz, szánj rá 5 percet, és tényleg nem kell több, 5 percet, hogy elmondd hangosan, hogy mi történt veled aznap, mi volt az iskolában, mi volt a munkahelyeden, melyik barátod, melyik kollégád, mit mondott, te erre mit feleltél, mi lesz holnap, vagy mi lesz a hétvégén. A lényeg az, és ez nagyon fontos, hogy ne csak magadban dünnyögd el, vagy gondold el ezeket a dolgokat, hanem hangosan beszélj. Tehát ejtsd ki az angol szavakat és az angol mondatokat. És végül a 4. számú tipp, a kombináció. Tehát a fenti 3 módszer kombinációjával tudod maximalizálni a heti gyakorlást, tehát beszélj a családtagokkal angolul szombat reggel, a kollégákkal kedden és csütörtökön ebédnél, és minden nap végén egyedül szánj arra 5 percet, hogy elmondd, mi történt aznap. Én garantálom neked, hogy ha ezt a módszert
csinálod becsületesen, akkor 6-8 hét múlva magad is meg fogsz lepődni azon, hogy mennyit fejlődött az angol beszédkészséged. Úgyhogy kezd el ezt a dolgot még ma. Nos, a videó végén én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad. Kérlek, hogy oszd meg barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!